Magyarországon nőttem fel, Magyarországon születtem, Magyarországon jártam az iskolákat, Magyarországon szocializáltam, szocializálódtam, Petőfi Sándort is tanultam mindenfajta iskolában, úgyhogy nekem nem volt az kérdés, hogy nekem be kelljen illeszkedni valahol, nekem ez teljesen természetes volt, mint ahogy a baráti társaságomnak is természetes volt, hogy én olyan vagyok, amilyen, és nem csak belsőleg gondolom, hanem külsőleg is. Hát nekem az, hogyha valami származási, fai, nemév, vagy vallási hovatartozás kapcsán valakit megkülönböztetnek, akár hátrányosan, akár pozitívan, mert egyik sem normális, én azt gondolom, hogy ez nem jó. És a másik, amit gondolok, hogy ha valaki valamilyen fajta ismertségre tesz szert már, akár tévén keresztül, akár bármilyen csatornákon keresztül, kutya kötelessége valami mellett kiállni. De nagyon sok olyan embert ismerek, aki ismert, és nem áll ki még semmi mellett. Nem tudom miért, pedig ezek a társadalmi szerepvállalás az egy normális fejlett társadalomban szerintem normális alaphelyzet. Tehát amikor a skandináv államokban ott azért rendesen működik. Éppen egy 3 napja jöttem az a Szicíliából, Catániában láttam a reptéren egy kis standot, ahol egy afrikai gyerekekről szólt, és akkor lehetett őket támogatni. És nem volt olyan perc, hogy ne állt volna ott egy vagy két ember a pultnál, egy reptéren. Szicíliában olyan érdekes volt, hogy legalább 20-30 örökbe fogadott afrikai gyereket láttam szicíliai nők kezében, akiknek már van saját gyerekük is, és úgy gondolják, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy örökbe fogadjanak, akár afrikai, akár ázsiai, akár milyen gyereket. Tehát érdekes, hogy pont Szicíliában erősebb ez a felelősségvállás, ez a szociális érzékenység. Nem gondoltam volna, ez nagyon pozitív csalódás volt, és ezt kéne erősíteni itthon is. Nekem igazából az 1989-es év volt nagyon mérvadó fordulópont, és akkor kerültek elő ezek a skinhead csoportok, akikkel. Hát nekem is meggyűlt a bajom, egy 3-4 éven keresztül, amíg középiskolás voltam. De az a 4 év a középiskolában az egész meghatározó volt ilyen szempontból. Sok verekedés, sok sérülés ide-oda. És aztán utána ez így megszűnt. Ez már korábbra datálódik ez a sport, mint a középiskola, ez az általános iskolára datálódik, ugyanis ott is az egy gyerek, akkor azért mondanak egymásnak ezt, azt, azt, és akkor én is reagáltam így, úgy, amúgy erre, és miután már nagyon sok beírást kaptam, igazgatói hintőket, meg ilyen mindenfajta megróvót, hogy a szüleim az iskola vezetéssel egyetértésben azt arra a döntésre jutottak, hogy hát akkor el kell menni valahova sportolni. Ha ennyi feszültsége van, hogy még belefér naponta x darab verekedés, akkor el kell küldeni. És a legközelebbi helyszínt választottuk, ami a szomszédos utca volt, hogy a kettő között se teljen sok idő el, hogy ne aztán valami történjen. Ott egy vívó klub volt, és aztán ott kezdtem el vívni. Aztán onnan fejlődött tovább ez a sport szeretet. Hogyha a gyerekeknek úgy mutatjuk meg ezt az egészet, hogy lehet úgy is szurkolni, hogy a sport teljesítményt vesszük alapul, akkor szerintem ez egy normálisabb jövőképet tud adni bárkinek.